Kedves hölgyeim és uraim, a 2016-os zsíros kenyérevő verseny eredményét szeretnénk hirdetni. Megkérném a három versenyt, hogy fáradjon ide előre. Óriási sportszerű versenyben volt részünk, vigyázzunk a zsinórokra. Az ajándékokat ne rúgjuk föl. Jó. Ez ilyen alkoholszint-teszt, át tudjuk elépni, jó. Igen. Nehezen ment, de sikerült. Igen. Kedves hölgyeim és uraim, fantasztikus, sportszerű, olimpikonokhoz illő versenyt láttunk. Tisztára Rióban éreztem magam. A biztos tuti befutó, aki komótosan megadván a módját, száját szalvétával megtörölvén, egy minőségi gasztronómus. Megédesíteném neki ezt a nagyon precíz harmadik helyet egy édes pezsgővel. Hajrá Máté, gratulálunk! A második hely, aki az elején nagyon komoly rajttal indult, tehát nem tudom, hogy látták-e, hogy ő volt az esélyes, mondjuk az első kenyér végéig mindenképpen, és látszik, hogy családos ember, tehát ő már nem ragad le a sörnél, hanem ő, mint egy megfontolt családfő, egy mézzel jutalmazzuk a fantasztikus versenyzését. Gratulálunk neki, éljen Béla! Béla éljen. És itt van mellettünk Chuck Norris reinkarnációra. Chucky! Aki egy csodálatos hajrával, körülbelül másfél csónak előnnyel beelőzött, mint az olimpikonyék. Igazából ezért is lehetne egy aranyat adni. Ő a sört választotta. Éjjel Csáki, gratulálok! Éjjel Csáki, tessék otthon gyakorolni, hogy a 2017-es versenyen több eséllyel indulhassanak. Köszönöm szépen a részvételt, gratulálok, fiúk!